Jó reggelt mindenkinek, kedves régi és új követők. Megkezdjük a mai napot, mégpedig fővágás, ez már megvolt. Készítek egy reggelit magamnak. Úgyhogy nincs itt senki, és hát így nyugodtan, ugye, hát egy kis fokhagyma, ez itt ugye repceolaj volt. Szerintem ennyi elég is. Oké, a következő, amit ide teszünk, az nem más, mint ugyanannyi gyömbér, reszelt gyömbér. Még egy picit. Oké. És elkezdjük dísztelni. Ide készítettem vizet, amelybe ugye most egy ilyen alaplét, tehát egy ilyen chicken base, tehát mit használnád, hogy csontlé, bele is teszik mindet. Feloldjuk. Ez nagyon jó íz, ez kell, majd még vegyek. Hamarosan majd megyek is, aztán hozok újakat. Ki akarom üríteni, gyerekek, a készleteket, mert most, hogy volt ez a járványféle, ugye, pánik, hát mi is bepánikoltunk, aztán ajajajajaj, hát bevásároltuk, vagy háromszor, négyszer biztos, és hát rengeteg holmi itt maradt. Ugyanis ugyanúgy továbbra is ugye lehet vásárolni mindent. Ami nem baj, úgyhogy na most, hát ugye levesről beszélek, levesre, jó halljátok, reszeltem le, ilyen nagyon szépen nézel, olyan jó vékonyra. Egy kis, ez egy egész répa. Hogy a felét bele is teszem. És mi ez? Káposzta, amelynek szintén a felét beletesszük ebbe a lébe. És a japánoknál ezt akkor teszik már csak bele a legesleg végén, ugye? És ők nem főzik meg. Tehát idézőjelben mondom, ők ezt nem főzik meg, csak marha forró vízzel ugye ezt forrázzák tulajdonképpen. Azok úgy csinálják, gyerekek, hogy van egy ilyen tányér, fordulok, és ebbe mindent beletesznek. Tehát répát, van nekik ez a bok choy, meg millió van, rámen, egy jobban ismerős. Mi úgy ejtjük itt, hogy rémen. Tehát nemzeti étel, mint magyaroknál mondjuk a gulyás. Óriási. Aki járt Japánba, azt tudja, hogy ilyen étterem hálózatok vannak erre felépítve. Na, most ezt a tányért várjál vissza kérdetem. És hát itt ugye megy a tisztelés, erre most én ráteszek egy kis gombát. És ezzel a gyömbér, fokhagyma dologgal kicsit visszavesszük, nem égetünk el semmit, megfuttatjuk. Ezt a gombát szépen. És várunk, már dolgunk nincs. Most ebbe a lébe egy pici erőset teszek. Ezt ugyanis csak én fogom enni, ezt a változatot. Kicsi csipőset, és második csodát. Vissza. Hát most mutassam, igen, ja, ez jó is lesz.
Hát így, mondja, egy, kettő, három evőkanál ilyen szóját. Ló szódium, hát nem annyira sós, mint általában. Ugye, többi teljes szója, szósz, elég mondani. És ezt ugye már is bőségesen elég volt. Tisztelés. Ezt én ide beleteszem. Úgy, ahogy van. Már is, gyerekek, ahogy a gyömbér, fokhagyma, a szója, ugye, összebarátkoztak, már is megjött az az íz, illat, amire vártam. Forra vizem, ugye, így azt hiszem előre egy jobban lehessen látni. Egy sima víz, pillanat, ide pedig beleteszem a tésztát. És egy-két perc alatt ugye ezt megfőzöm. Most ezt a fajta tésztát használom. Mégis vehettem volna azt a koreai, azt a rizs, akármilyen tésztákat. De hát ez az eredeti. Ez rémen szó, a rémen tészta az volt. Elővettem egy darab filet mignon, azt hiszem ez az. Hát ez marha hús, steak. Azt mondja, hogy easy opening, hát. Tehát, hogy könnyen ki lehet nyitni. Ja, így már igen. Szóval szívolva. Gyerekek, ezt a húst, ez olyan fajta hús, hogy ezt akár nyersen is ugye meg lehet enni. Sokan most mondják, hogy mekkora vétket követek el, hogy ilyen jó minőségű húst használok erre a célra. Ide néz, ez ilyen, nézd csak. Ez tényleg nyersz, ezt kicsit megsózod, már meg lehet enni. És így kövérrel együtt, vagyis hát azzal a zsíros résszel együtt, látszik jól, igen. Ilyen vékony csíkokra. Így, hogy lássátok. Szépen. Felszeletelen. Ez aztán lehet disznóhús, de azt mondjuk meg kell főzni előtte. És meglepő egyébként, hogy japánok milyen zsírosan esznek. Még van olyan rémenző, hogy még teszek rá zsírt. Még a tetejére. Nagyon szeretik a zsíros húsokat a japánok. A halak mellett is. Meglepődnétek. Sokan nem tudják. Gondolják, hogy a japánok csak halat esznek. Dehogy is. Esznek azok mindent. Jó, hát mondjuk ezt a végét, ezt a inasat, ezt már mondjuk nem fogom beletenni. Erről le fogom szedni mindjárt ezt a, ami még van rajta. Valahogy ezt nem teszik bele. Jó, azt hiszem, hogy itt kész is vagyok. Nem. Még nem jó. Még hagyj följön egy kicsit. Na, csak. Igen. Na most ebből a húsból így nyersen, ahogy látjátok. Pár darabot. Mondom nyersen, még egyszer. Ez marha hús. Ezt más hússal nem lehet megcsinálni, azokat meg kell egy kicsit főzni. Szóval így, ilyen egyszerűen
Ennyi így elég is lesz. Ezt mikor sütöd is, 2-3 percnél tovább nem kell sütni a grillen. És pillanat. Oké. Ráteszünk 2-3 ilyen tengeri füvet, amit így lehet venni. Ráteszik az adott mennyiségű, még forró tésztát, legalábbis így a felét. Jó, ennyi elég lesz reggelire. Igen, felerősítettem a tüzet. Lehet úgy is csinálni, hogy megfőzöd előre a tojást külön, és mint főtt tojást majd a tányérodon tálalod. Ugye a 3-4 perc alatt ugye készre főzzük a tojásokat. És miután ugye lekapcsoltam a tüzet, a poached eggst ugye megpróbálom kivenni, ha sikerül. Hát igen, ott van. Az is megvan. Még sincs este? Jó van. Azért oda is még lágy is. Jó. Ez itt marad. Nem is tudom, miért nem a merőkanállal szedem. Most ugye ez... Nem örülnénk neki, ha ez rákerülne mondjuk a hátunkra. Ez annyira forró. És ez elég ahhoz, hogy mindjárt mutatom, hogy egy pár perc alatt az aljában levő, nézd oda, mit csinált a hússal? Nézd csak ide, itt van. Ez már nem nyers. De ennél jobban nem is kell, hogy megfőjön. Jaj, te az olvas széjjel a számba. Gyerekek, ennyi. Ma ez a reggelim. Mit szoktok hozzá? Igaz, hogy fagyasztott, kicsit felengedett. Jó, egy pár percet várok, ez így rohadt forró. Ez most 10 évvel kéne enni pár cikával ám. Pár perc. Na nézzük. Ezt a füvet. Ez a legérdekesebb szerintem. Ugye ebbe az egészbe. Tudjátok ez milyen? Mint ami a sushi van rajta, tudjátok, az a zöld nyavaj, amivel be van tekerve a rizs. Ez az. És akkor nézzük meg a húst. Gyerekek. Hú, egy kicsit erős lett. Nem baj. Gyömbér, fokhagyma, paprika. Meg minden úgy együtt. Ez szuper jó kis leves. Gondoljátok, próbáljátok ki.